Jó. Akkor ez volt a vágóhang. Megy a rekord? Megy a rekord. Adi, jöhet a felvezetés. Sziasztok, ez itt a Business Boys Podcast. Fiatal vállalkozók, három fiatal vállalkozó ült össze, és szeretne innentől kezdve minden héten összeülni, hogy kicsit meséljen nektek arról, hogy milyen 20-30, kora 30 évesen vállalkozást indítani, és hogy milyen problémákkal találkozunk, milyen kihívásokkal nézünk szembe, úgy egyáltalán milyen érzelmi, meg életre gyakorolt hatása van annak, hogyha az ember vállalkozást indít. Három barát, hárman ülünk itt most az asztal körül. Attilának a pubjában ülünk. Virág Attila, aki éppen az új pubját készül megnyitni, vagy az első pubját készül megnyitni digitális vállalkozóból, offline vállalkozóvá átnyergelve. Balomon Mester Tamás, adatelemző, Magyarország felkent adatelemző lovagja, aki a Data 36 vagy Data 36 néven adatelemző tréningeket nyújt, jól mondom? Igen, tökéletes. Én pedig köszönöm szépen, Sándorfi Adrián vagyok. Én most alapvetően félig meddig kilógok a körből, mert alapvetően alkalmazottként vagyok full-time jobban, de mellette egy meditációs appot, a Meditable nevű személyre szabható meditációkat kínáló applikációt indítottuk el egy pszichológus barátommal, és most éppenséggel így gyakorlatilag befektetés előtt állunk, vagy hát reméljük, hogy befektetéshez fogunk hamarosan elérni, és azt gondoltuk igazából ennek az egész podcastnek az életre hívása előtt, hogy ez a három sztori, ugye a digitális és az offline világnak a találkozása, a vállalkozási indítás azért most így nagyon-nagyon sok embernek érdekes lehet, és három egészen különböző személyiség, három egészen különböző vállalkozás ötlet kapcsolódik itt most össze. De alapvetően barátok vagyunk, és Tomi, te így hogy tudod elmondani, vagy ezt tudod foglalni, Léci, hogy miért is mi ülünk itt az asztalnál, miért nem három másik, vagy két másik sráccal ülsz most itt? Tökéletesen fogalmaztad meg, és pont ezt beszéltük, mielőtt megnyomtuk itt a felvétel gombot, hogy kicsit mi magunkat jelöltük ki erre a szerepre, nem pedig az élet jelölt ki. Ugye az alapvetés az volt, hogy nem is tudom melyik kötök, talán a Adi írt Facebookon kettőnknek, hogy tök jó lenne leülni így beszélgetni a mastermind jelleggel. Ugye mondtad, hogy különbözőek az üzleteink, meg különbözőek a bizniszeink bizonyos szempontból, de nagyon sok hasonló problémánk van. És le akartunk ülni így beszélgetni, és aztán így felmerült az ötlet, hogy miért ne vegyük ezt föl, és csináljunk belőle egy podcastot, ami ad egyrészt egy struktúrát ennek a dolognak, másrészt pedig egy betekintést is ad azoknak, akik esetleg kíváncsiak arra, hogy milyen problémákkal szembesülünk, és hogy hogyan próbáljuk ezt megoldani, meg hogy mikről beszélgetünk itt. Kik fogják szerinted hallgatni ezt az adást? Hát remélem, hogy fogja valaki hallgatni egyáltalán. Ezt az adást egyáltalán. Célközönség? Mondjuk így, nem akartam ilyen direktel fogalmazni. Hát én azt remélem, hogy azok a vállalkozók, akik hasonló szituációban vannak, mint mi, tehát hogy éppen így elkezdenek valamit, tehát így nagyon az elején vannak, azt remélem, hogy azok is fogják hallgatni, akik csak gondolkoznak azon, hogy belevágjanak valamibe, és talán ez ad nekik egy kis motivációt arra, vagy inspirációt arra, hogy belemerjenek vágni, mert hogy majd fogják látni, hogy itt nagyon sok jó dolog történik azzal, aki vállalkozik. És hát persze titokban azt is remélem, hogy azok is fogják hallgatni, akik meg már sokkal előttünk járnak, csak úgy szórakozásképpen, hogy visszaemlékezzenek a kezdetekre. Igen. Vagy hogy segítsenek nekünk. Vagy hogy segítsenek nekünk. Hát ez meg az meg a titkos távlati cél, hogy esetleg ide csábítsunk majd olyan szakembereket is, akik majd segítenek nekünk, és beszélgethetnek velünk ezekről a dolgokról. Így van. Körülbelül hány éve találkoztunk először? Attila, hát én nem is tudom, veled egy 4 éve? 4-5 éve, simán. Négy.
Igen, hát én akkor még a Butlersnél dolgoztam, ott voltam marketinges, Tomival egy Butlers-es projekt kapcsán. Ismerkedtünk meg, ugye gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ilyen funnel analízist, AB tesztelést csináltál nekünk. Hőtérképeztünk, igen, és Attilával meg párhuzamosan meg, ők ugye akkor intották el a Fúzió nevű fantasy foci appot. Igen, hát akkoriban mi is felbuzdultunk, hogy fantasy focit kell csinálni, mert hogy ez Amerikában nagyon megy, és hogy nagyon jó, és majd Európában mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetik. Pont akkoriban volt a magyarországi piacra lépésünk igazából, és hát marketinges vénával nem vagyunk megáldva. Ugye fejlesztettük a játékot, és ha jól emlékszem, még a Gyuri, ugye, aki második fejlesztő volt a cég életében, ő ajánlott téged, nem is tudom, gyerekkorotok óta ismeritek egymást, és akkor mondta, hogy érdemes lenne veletek találkozni, vagy veled találkozni, és utána volt, a Tomit meg pont általad ismertem meg, ugye, hogy érdemes lenne ilyen adatelemzéssel foglalkozni, és akkor az adatlabort linkelted nekem, hogy olvasgassam, és akkor így belelkesedtem, és végül. És kívülről megtanultad az összes blogposztot, mert utána olyan fogalmakat mondtál már, amiket én se értettem, és egyébként olyanokat, amiket meg én se értettem. Igen, hát Attila szokott idézni adatlabor blogposztokat, úgy, mintha fejből tudnád az egészet. Jó, én elolvastam mindet, hát nyilván nem mehettem oda úgy a Tomihoz, hogy nézd, dolgozzunk már együtt, és akkor így kvázi zéró tudással, hát, csak a pénzt megfogalom, adott, zavarokkal megyek oda. Tomi meg a tudást. De azért mondjuk el, Tomi, te csináltad az Adatlabor nevű adatelemző céget, ezt nem mondtuk az előbb. Mesélj egy kicsit a sztoriról, hogy lett az Adatlabor, honnan indult el az Adatlabor felé, és most hogy alakult úgy, hogy megint egy adatelemző céget csinálsz, de más néven, és ha jól értem, akkor más piacra is. Az Adatlabort akkor kezdtem, én 2 évig a Prezi-nél dolgoztam, szerintem azt Magyarországon a Prezit mindenki ismeri, de hogyha nem, akkor zoomolós prezentációs szoftver, keressetek rá. Ott dolgoztam 2 évig, és 2 év után úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen consulting adatelemző céget, amivel az elsődleges célom az volt, hogy kicsit szélesebb spektrumot kapjak, tehát hogy ne csak egy céget lássak, hanem sok kisebb projekten tudjak dolgozni. És hát lényegében ez volt, írtam egy blogot, az adatlabor.hu, ami a marketing csatorna volt, és azon keresztül különböző adatelemző projektekbe folyhattam bele, különböző megkeresésekből, mint például, ahogy a Butlersnek volt ez a hőtérképes AB-tesztelős dolog, vagy mint a Fúziónak volt nem sokkal később az adatinfrastruktúra, meg az alapján adatstruktúrának a kiépítése. Tomi, ez engem tényleg tökre érdekes, mert meg akartam kérdezni, egyrészt, hogy hány éves voltál, amikor a Prezidből felálltál, másik pedig az, hogy ott, amikor ott felálltál, akkor így mik voltak így a terveid, vagy miért, igazából nekem kicsit fura, hogy 2 év után gyakorlatilag Magyarország egyik legjobban menő, meg így legismertebb cégétől felállsz, elég fiatalon, holott ugye most az előbb azt mondtad, hogy az adatlaboron keresztül szerette volna egy szélesebb spektrumot kapni, pedig azért azt gondolom, hogy mondjuk még pár évet lehúzni a Prezinél, az ugyanúgy megad egy elég komoly rálátást erre az egész, igaz, hogy egy terméken dolgozhattál volna végig. Mikor indult ez az egész a Prezinél, és mennyi, mikor, hány éves voltál, amikor eljöttél onnan? Jó kérdés. Azt hiszem 22 éves lehettem, amikor oda mentem. 24 évesen jöttem el, de nem vagyok ezekben biztos. És hát igen, ez amit mondtam, gyakorlatilag az volt a cél, hogy szélesebb látókör. Persze, ahogy mondod, ezt a Prezinél is meg lehetett volna kapni valamilyen formában, de hogy a szélesebb látókörben nekem az is benne volt, hogy a vállalkozói létnek a látókörét is megkapjam. Tehát bennem így erősen munkálódott az is, hogy valami saját projekten dolgozzak. És akkor ez egy ilyen kellemes kis balansz volt, hogy az Adatlabor volt a saját projekt, amin keresztül dolgoztam mások projektjein.
Az Adatlabor blog egyébként úgy indult már el, hogy tudtad, hogy ez lesz a marketing csatornád, vagy pedig egyszerűen csak elkezdted írni a cikkeket, kicsit ilyen self-branding jelleggel, és később ez vált egy olyan kiugrási ponttá, hogy tudtad, hogy erre már lehet építeni valamit? Hát én korábbról ilyen különböző projektekből, még a Prezi előttről tudtam, hogy a blog az egy nagyon jó, hát ilyen self-branding és marketing csatorna, és akkor persze tudatosan kezdtem el írni az Adatlabort, azt nem tudtam, hogy mekkora piac van erre, vagy hogy hányan fogják olvasni, de igen, de az volt tehát az A terv az volt, hogy ez a marketing csatorna, a B terv meg az, hogyha nem jön össze, akkor ez egy tök jó olyan dolog, amit hozzácsatolok az önéletrajzomhoz, és akkor látják, hogy fú, engem érdekel az adatelemzés, tehát nagyobb eséllyel felvesznek adatelemző pozícióra. De hát igazából te voltál az első ilyen blog magyar nyelven. Adatelemzés blog? Mm-hmm. Hát azért nem. Tehát írtak rajtam kívül is blogot, meg írnak a mai napig is többen is blogot. Egy bizonyos területen, tehát szerintem ez az online adatelemzés területen, talán azt mondom, hogy az enyém volt az első. Meg te az online marketinggel keverted össze nagyon szépen, meg azokat a példákat hoztad el a kicsit így az adatelemző szemüvegén keresztül, amikkel az akkori vagy mai magyar fiatalság úgy látta az online marketinget, meg az online piacot. Szerintem ez volt itt tök jó benne, hogy ilyen nagyon, nagyon trendi példákat hoztál. Gyakorlatilag sikerült ezzel szexivé tenni az adatelemzést, holott így azért elég sok fantázia kell ahhoz, hogy az adatelemzésre, meg így az adatbányászatra bármilyen szempont és a szexi szót lehessen aggatni. Neked ez mégis sikerült akkoriban. Igen, ez amúgy érdekes, hogy ezt mondod, mert én annó a szakmai oldalról, tehát az adatelemző oldalról tök sok kritikát kaptam kifejezetten a blogra, hogy egy kicsit talán ilyen túl szexi is, tehát hogy az a része van megmutatva az adatelemzésnek, tehát ami jól hangzik, és kevés az olyan szakmai tartalom, ami meg így mélyen belemegy abba, hogy igazából mit is csinálnak az adatelemzők, de hát ez mondjuk egy olyan kompromisszum volt, amit nekem meg kellett kötni saját magammal, hogy én egy olyan tartalmat akartam adni magán a blogon, ami emészthető mondjuk egy marketinges szakembernek, és nem akartam tartalmat adni egy adatelemzőnek, aki már amúgy is tudott adatelemezni. Szóval igen, törekedtem arra, hogy ezt kicsit úgy tudjam megmutatni, hogy ilyen szexibb legyen, de hogy közben utána, aki már eljön mondjuk egy tréningre, vagy aki megrendel egy szolgáltatást, az megkapja ezt a mélyebb szakmai tartalmat is. Most talán egy mondatban még erre visszatérve, hogy el tudod mondani egy mondatban, vagy két mondatban, hogy mi az adatelemzés, és tehát akinek ez nem egyértelmű itt a hallgatók közül, az is értse. Mondom az online példán keresztül, mert én online adatelemzéssel foglalkoztam. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akármit csinálsz online, annak van egy lenyomata, tehát ilyen lábnyomokat képzel, és ezt egy adatelemző természetesen betartva minden ilyen személyiségi jogra vonatkozó dolgokat, tehát hogy anonim módon tudja rögzíteni ezeket az adatokat, és utána a sok-sok adatból, amit a sok-sok felhasználó meg online látogató közösen csinálnak, különböző trendeket kirajzolni. És ha megvannak ezek a trendek, akkor az alapján nagyon egyszerűen meg lehet találni azt, hogy mi az, ami működik a weboldaladon, mi az, ami nem működik a weboldaladon, mi az, amit szeretnek a látogatóid, mi az, amiket kevésbé szeretnek, mi lenne jó, hogyha ott lenne, mi nem jó, és gyakorlatilag ezeknek az ilyen üzleti döntéseknek a segítéséről szól az adatelemzés, vagy hát az online adatelemzés. Az adatelemzés segítségével Mel Gibson tudsz lenni, ugye? Igen. Amúgy ez nagyon tetszik, ez hogy te jobban emlékszel a prezentációimra, meg a blogposztaimra, mint én magam. Ez mi is volt? A Mel Gibson-os? A Mi kell a nőnek című filmet hozta, hogy ez pont a webshoposokra húztad rá legjobban, hogy mit akar a vásárlód, és akkor az adatelemzés segít abban, hogy megtud, hogy mi jár az ő fejükben, mint a Mel Gibsonnak a Mi kell a nő című filmében. Na, ezért mondom, hogy szexivé tetted az adatelemzést. Igen. De amúgy az analógia az volt, hogy ugye nem megkérdezed a vásárlót, meg ahogy a nőt igen, sem hanem megkérdezed, belelátsz hanem belelátsz a fejébe. Igen. Igen. És miben más most a Data 36 vagy Data 36, hogyha már a jövőre tudunk egy kicsit rámozdulni? Az adatlaborhoz képest
két nagy különbség van a Data 36. Az egyik, hogy angolul van, tehát ez, én úgy fogalmazom meg, hogy ez az angol folytatása az adatlabornak. A másik pedig, hogy ez csak az oktatásra fókuszál. Tehát most nem csinálok projekteket, hanem csak az oktatással, tehát az adatelemzői tudásnak az átadásával foglalkozom online kurzusokban, ami a hosszú távú fókusz, illetve tantermi képzéseken, ami pedig az ilyen rövid távú fókusz jelenleg. És akkor ott szépen ugyanúgy a Data 36, vagy a Data 36 a marketing csatorna, a termék pedig vagy az online képzés, vagy az offline képzés. Igen. Most én olvastam, illetve hallgattam egy nagyon jó interjút, amiben egy elég gazdag ember azt mondja, hogy ha pénzt akarsz keresni, akkor segíts valakinek, tanuld meg, hogy hogyan tudsz egy embernek segíteni. Ha tudsz egy embernek segíteni, és te szeretnél több pénzt keresni, akkor segíts még egyszer valakinek, egy másik embernek, akkor meg két embernek segítettél. Viszont az a különbség a megélhetés, mondjuk egy vállalkozásból megélhetés és a gazdaggá válás között, az ő analógiájában tekintve, hogyha ki tudod venni saját magadat a képletből, hogy ugyanezt a tudást át tudod adni, vagy ugyanezt a segítséget meg tudod adni, anélkül, hogy rád ott azon a helyen és abban a pillanatban szükség lenne. És azért nekem így ez rémlik ki ebből az egészből, hogy nem a saját időthöz vagy feltétlenül kötve azzal, hogy tanácsadást tartasz, vagy pedig feltétlenül offline tréninget tartasz, hanem azzal, hogy kreálsz digitális tananyagokat, akkor az gyakorlatilag folyamatosan bármikor egy pénzteremtő eszközé tud válni számodra. Volt ez ilyen motiváció nálad? Persze, meg hát ahogy te is mondtad, ez az ember, akitől idéztél, hogy pénzteremtő is, meg értékteremtő is. Tehát, hogyha online kurzusokat csinálok, egyszerűen több embernek tudok segíteni, mint hogyha egy offline tantermi képzést csinálok. De mégis tartod még az offline tantermi képzést mellette. Ezt az előbb mondtad. Igen, hogy miért? Aha. Azért, mert hogy az online képzést azt körülbelül most 2017 novemberben kezdtem, és egyszerűen az, hogy az kiforjon, annak éreztem, hogy kell idő. Uh-huh. És akkor most mennek a tesztkurzusok az online részen, de az még nem termel neki egy teljes megélhetést. Uh-huh. Tehát emiatt kell offline kurzus is. Na, múltkor láttam egy kurzusodnak a hirdetését, és ez nem tudom, egy marketinges szöveg volt-e, de gondolom AB teszt alatt van, hogy idén csak egy ilyen oktatás lesz. Egy kurzus lesz, azt hiszem valami ilyesmi hirdetést láttam. Igen. Hát ez egy marketing dolog. Ez hányszor lehet eljátszani? Idén csak egy, már csak egy. Még egy. Okay. Még majdnem rád is írtam, hogy most ez komoly. Tehát, hogy... Nem, hát szerintem neked megtartja utána privátban. Utána kapcsoltam. Hogy de várj, ugye ez a, hogy van ez a marketing trükkök, meg a marketing stratégia között van különbség, hogy ez nem marketing trükk, hanem marketing stratégia, hogy Magyarországon valóban csak egyszer lesz képzés, mert inkább megyek külföldre tartani. Itthon meg ugye, akik most jönnek, azoknak ez egy egyszerű lehetőség. Tehát, aha, hogy aki szeretne jönni, az most jön, és akkor ne halogassa októberig, vagy májusig, vagy ilyesmi. Szép. Kicsit menjünk át az offline vizekre, ami csak félig offline, mert Attilánál azért itt van a háttérben egy sikeres, elkészült, sikeresnek mondható appfejlesztés, ami gyakorlatilag a ti első projektetek volt, ezen keresztül tanultad meg azt, hogy mi az, hogy vállalkozni, és aztán, ha jól érzem igazából, ezen felbozdulva, meg kicsit így a saját szárnyaidat kibontva, így belemertél vágni egy páp megnyitásába. Nekem nagyon érdekes ez a dolog. Tehát én azt gondolnám, hogyha megtanulom azt, hogy hogyan lehet egy jó appot fejleszteni, egy jó digitális terméket gyártani, akkor majd az lesz a következő lépés, hogy maradok azon a téren, csak mondjuk többet, vagy nagyobbat, vagy más csinálok. Erre te homlok egyenest, egy másik irányba mentél. Hol tart ez most? Igen, tehát ugye sok-sok évvel ezelőtt, talán 5, de már lehet, hogy 6 évvel ezelőtt is, ugye a Csabával elkezdtük a fúziót. Nagyon sokszor megégettük magunkat, és nagyon sokszor azt hittük, hogy itt lesz vége a projektnek, de mindig jött egy új lehetőség. Én emlékszem mindig a határidőkre, hogyha januárig nem lesz 2000 user, igen. Hogyha jövő márciusig nem lesz kész az app, igen, akkor elfogy a pénz. Igen, a magyar befektetők raktak ránk egy nyomást, mint ahogy a Tomi is a hirdetésben. Mi is kaptuk a nyomást, hogy,
hogy igen, akkor elzárjuk a pénzcsapot, hogyha nem jönnek a számok. Alapvetően nem tudom, ki volt a naívabb, mi vagy a befektetők, hogyha lehet ilyet mondani, de az tény, hogy nagyon, nagyon sok minden van már mögöttünk. Klasszikus utat bejártuk, hogyha azt nézzük, magyar befektetők. Az egy nagyon kalandos történet volt, jó volt velük dolgozni, de viszont fura is. És amikor már tényleg ilyen utolsó utáni lehetőséget kaptunk tőlük, akkor csöngettek be igazából az osztrák szakmai befektetők. Ők igazából egy nagy marketinges cég, aki legnagyobb fogadóirodáknak csinálják az online marketinget, és nekik a portfóliójukba kellett egy fantasy focis játék. Szétnéztek, hogy Európában milyen fantasy focis játékok vannak, ugye akkoriban még nagyon ment az ulala, és volt még egy-kettő másik játék, és igazából minket szemeltek ki, és hát utána egy sikeres együttműködés kezdődött. Nekik egy más mentalitásuk van. Mi hozzá voltunk szokva, hogy úristen, csinálni kell, pörögni kell, nyomni kell, határidő, kint kell lenni a piacon. Ők meg hozták ezt a nyugati mentalitást, hogy product first, és minden más csak utána. Náluk a határidő az a app-nek a minőségét hordozza, vagy ahhoz mérik, és nem bizonyos dátumokhoz. Van egy nagy infrastruktúra mögöttük, ők tudják azt, hogy ők ezt el tudják adni, tudják azt, hogy tudnak usereket szerezni, tudják azt, hogy ez kell egy jó termék. És nagyon sok mindent tanultunk tőlük, mai napig nagyon sok mindent tanulunk tőlük, de most már igazából elért ez az egész egy olyan érettségi szakaszba, amikor van lehetőség egy kicsit mással is foglalkozni. Értelemszerűen nekem az a full-time munkám, de Mit csinálsz egyébként a fúzióban, és hányan vagytok most a csapatban? Hát alapvetően most folyamatosan nő a csapat, hál' Istennek. Szinte minden évben veszünk fel plusz embert. Most van 11 fejlesztő dolgozik a projekten, vagyunk ketten a Csabával. Ugye céges ügyeket intézni, most már ugye azok is egyre nyűgösebbek, egyre több papírmunka, egyre több probléma ugye céges szinten is, és ugye mellette a projektnek a menedzselése, én jobban a minőség biztosítással foglalkozok, és ez is most már kezd egy kicsit túlmutatni rajtam, most már mi már nem csak B2C-be fejlesztünk, hanem B2B-be is. Orosz, olasz partnerekkel dolgozunk együtt, tehát egyrészt freemium modelles játék, egyrészt cash-in-cash autós, tehát hogy ez már kezd rajtam is túlmutatni, majd meglátjuk azt, hogy mit hoz a jövő. Igazából lehet, hogy veszünk fel még plusz egy embert, aki automatizált tesztekkel fog foglalkozni, mert most már azért egy fogadóiroda, mint partner, nekik nem mondhatjuk azt, hogy mit tudom, 95%-os a játék, egy-két bug lehet, hogy van még. Ugye? Egy-két biztonsági rés. Igen, úgyhogy ezt is egyre komolyabban kell már venni, és úgy voltam bele, hogy most már 8 óra elég napi szinten, hogyha a munkáról beszélünk, plusz 2-3 órát tudok más projekttel foglalkozni. És ekkor jött az ötlet igazából, hogy nekem mindig is probléma volt az, hogy miért kell nekem egy konferenciára, vagy egy meetupra várnom, ahhoz, hogy a hasonló gondolkodású emberekkel tudjak beszélgetni. Veled is, Adrián, jobb esetben így 3 havonta összefutottunk, ugye? És akkor beszélgettünk 2 pofa sör mellett, de rajtad kívül nem ismertem senkit, akinek mondjuk lenne egy appje. Vagy például ugye a Tomi kiment külföldre, nem, érdemben nem tudtam senkivel se adatelemzésről beszélgetni. És ezek olyan problémák, amiket én szeretnék megoldani, és ennek egy olyan pub lesz én úgy gondolom, hogy egy olyan pub lesz a megoldás, ami ezt a célcsoportot célozza, ezt a hasonló gondolkodású kreatív és vállalkozni vágyó embereket hozza igazából egy burok alá idebe, és tényleg nem kell várnod arra, hogy legyen egy konferencia, vagy valamilyen rendezvény, hanem van egy
órád másfele, leszaladsz, iszol egy sört vagy egy üdítőt, és akkor valaki biztos találsz az adott témában beszélgetni. Úgyhogy ezért kell egy ilyen hely, de hosszú távon én szeretnék online téren maradni, de viszont szeretném azt, hogyha valamilyen problémám van, jövőben akármilyen projekttel kapcsolatban, legyen az adatelemzés, legyen az marketing, sales, vagy egy design probléma, akkor lejövök ide, és azt mondom, hogy figyelj csak, te designer vagy, te van egy ilyen problémám, te hogy oldanád meg? Mi a véleményed erről? Tehát, hogy egy kicsit segítsük egymást, egy építő jellegű kritikát, hogy hát ne így, mert én már ebbe belefutottam, például legyen az egy marketing csatorna. Gyakorlatilag egy Facebook csoportot csinálsz, ahol lehet sört is inni. Igen, mert azért akármennyire is online világban élünk, azért a személyes kapcsolat szerintem az egy nagyon fontos dolog, és sokkal többet ki lehet hozni, hogyha személyesen beszélgetsz, találkoztok, mint hogy valamelyik csoportba csetelgettek. És igazából ez a lényeg az egésznek, hogy legyenek itt ezek az emberek, tanuljunk egymástól, segítsük egymást. Ha azt nézzük, vannak színészeknek, vannak kávézóik, sportolóknak is vannak kedvenc helyeik. Ez a startupos vonalnak miért ne lehetne? Hol lesz a hely egyébként? Lehet azt már tudni? Meg most mi a hivatalos név? A névválasztás az nem volt egyszerű, igazából akárkit kérdeztem. Megvan a név? Megvan a név, igen. Végül a High Five Pub lett, mert a Startup Pub az egyrészt sok embert kizárna, mert lehet, hogy van olyan marketinges, aki egy multinál marketinges, és a startupos vonal mondjuk nem érdekli, akkor őt kizárnánk ezzel a névvel. Tehát, hogy a High Five az egy vidámabb és mindenkire ráhúzható név. Ellentétben a Startup Pub-bal voltak még itt ilyen protóbár, meg hasonló ötletek, és én ezt elküldtem egy ilyen 40 releváns embernek körülbelül, és nagyon vegyes eredmények jöttek vissza. Tehát, hogyha designert, akkor ő más preferált jobban, a marketinges megint mást, egy fejlesztő megint más preferált. Tehát igazából arra jutottam, hogy tök mindegy, hogy mi lesz a neve. Úgy is lesz olyan, akinek nem tetszik. És ez neked tetszik akkor? Nekem abszolút tetszik, és akkor majd meglátjuk, hogy a nagy közönség mit mond, de én nem gondolom azt, hogy ezen fog múlni a helynek a sikeressége egyébként. Min fog múlni a sikeressége? Bocs, mert itt tök kíváncsi vagyok, hogy pont ez volt a lényeg az egésznek, hogy van tapasztalatod a digitális térben, de mi az, ami miatt te azt mondod magadról, hogy egy vendéglátóipari egységet sikerre tudsz vezetni, és hogy tehát azért ez egyrészt kell egy bátorság, másrészt meg azért azt gondolnám, hogy kéne valami tapasztalat is, nem? Persze, én azért azt megtanultam, így a fúzió kapcsán, hogy a megfelelő pozíciókra a megfelelő emberek kellenek. És én igazából nem egy olyan szervezeti struktúrát szeretnék kialakítani, mint per pillanat a fúziónál van, hogy van egy pozíció, és arra felveszünk egy embert, hanem van egy ember, és arra szervezzük rá a feladatokat. Sikerült egy olyan vendéglátó sráccal találkoznom, a Dani, aki egyben az üzlettársunk is, aki nagyon sok helyen dolgozott, köztük Dubájba, nagyon tapasztalt fiatalkora ellenére, és képben van a vendéglátással, beszélgettünk, és igazából az jött le nekem, hogy ő úgy szeret dolgozni, amit én elvárok egy vendéglátásnál, hogy igenis mosolyogjanak, legyenek kedvesek, próbáljanak upsellingelni. Tehát amit önmagában egy vendéglátás külföldön jelent, mondjuk. Mert azért itt sok helyre bemegyek, leülök, jobb esetben 10 perc múlva arra jönnek, oda befögnek valamit, és akkor még én szégyellem magamat, hogy lemertem ülni, és benne megtaláltam azt, aki ezt a vendéglátós részt tudná vinni, mert őszintén szólva én ez hülye vagyok. Mindig a másik oldalán voltam a vendéglátásnak, ő megértette az én gondolkodásmódomat, ezt a startupos vonalat szeretném behozni. Nekem ez az egy kérdésem van már nagyon régóta, hogy fúziót, hány évet csináljátok a fúziót? Hát egy öt.
5 év. Tehát van egy 5 éves tapasztalatod egy nemzetközi online biznisz építéssel, és most belevágtál egy teljesen lokális offline bizniszbe. Az online bizniszből hozott gondolkodáshoz van hatásra arra, hogy ezt az offline bizniszt felépítetted? Abszolút. És hogy érzed azt, hogy ez a gondolkodás meg fog különböztetni az egyéb lokális bároktól és puboktól? Így van, biztos vagyok benne. És például, mondj egy példát erre. Hát például a csapat. Tisztelet a kivételnek, de zsigerelik a staffot minden vendéglátóhelyen. Ugye egyrészt a kockacukrot húzzák előttük, hogy majd több fizetés, több bónusz, stb. És emberszámban nem veszik őket, meg minden helyen úgy indítanak, hogy tudjuk, hogy te lopni fogsz. Tehát most azért nagyon sok helyre bemész, látod, majd csak nézzetek, nyitott szemmel kamerák vannak. Itt nem lesznek kamerák. Mert nem ezt fogjuk feltételezni, hogy lopnak. Mi ez a staff miatt van, főleg a kamera? Nem is a vendég? Így van, így van. Azért, ha megnézed, több helyen a pénztárgép fölött van kamera. Aha. Meg ez a agyon dolgoztatják őket. Most te se tudsz jól dolgozni, kreatív lenni, vagy akármit csinálni, ha már fáradt vagy. Úgyhogy ez a gondolkodásmód, ez tetszik nekik. Ezt a startupos kultúrát akarjuk hozni, és ez nekik tetszik. Viszont egy emberről nem beszéltünk még. És ez az Adrián. Ez az Adi, és a hallgató már biztos kíváncsi, hogy ki az, aki felvezette ezt az adást. És Adi, két kérdésem is van, de kezdjük az elsővel, hogy egy kicsit mesélj már arról, hogy te mivel foglalkoztál így az elmúlt években. Azt ugye hallottuk már, hogy a Butlers-től indultál, és hogy csináltál különböző ilyen marketing, consulting jellegű dolgokat is, mint például, ahogy itt a fúziónál találkoztatok, de utána, előtte mikkel foglalkoztál? Igen, gyakorlatilag a már így érettségi környékén én megérkeztem a Butlers-be ilyen családi vonalon keresztül eladónak. Tehát ilyen part-time eladó voltam, heti 12 órában dolgoztam, ugye ezt tedd össze az ilyen heti 3 nap, 4 óra munkával. Tehát nem egy nagy történet, és mellette érettségiztem, és akkoriban volt ez, hogy így elindult, hogy én így megyek ilyen marketing irányba, a kereskedelem és marketingre mentem a BGFM. És valahogy ez az érdeklődés így pont így teret nyert a Butlers-nél, ahol ez egy családi vállalkozás volt, illetve mai napig nagyon nagy részt az, és sok feladat úgy született meg, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy megoldjuk a feladatokat, és így tényleg így jutottam hozzá egy csomó olyan marketing jellegű ilyen mini projektmenedzsmenthez, ami akkor az én szintemen óriási kihívás volt. Majd azt hiszem 2011-ben az akkori marketingvezető távozott, és a helyére engem neveztek ki, 22-23 éves voltam. Hány fős volt akkor a cég? Hú, hát szerintem akkoriban azért már ilyen 40-50 fő lehetett, most talán 100. Aha. És a back office, az hány fős volt? Nagyon kevés, pár fő volt. Aha. Tehát így gyakorlatilag így a top management volt 3-4 fő, és akkor így ebbe így magunkat értem. 4 évig voltam a marketing vezetője a Butlers-nek, ugye ez egy német márka, amit Magyarországon franchise-ként csinál egy magyar cég, lakberendezési termékeket árulnak, ami nekem így tök érdekes volt, hogy gyakorlatilag 99%-ban női célcsoportra kellett marketingelni, és így ezen keresztül tanultam meg a marketinget, amit így most is így sokszor így észreveszek azért magamon. De ami tökre tetszik, mert egy kicsit így ilyen érzelmi boldalról kellett megközelíteni a dolgokat, önmagában már a márka miatt is, meg a célközönség miatt is, és úgy ezt jó nem elfelejteni szerintem a marketingben, hogy azért úgy javarészt a marketing az érzésekre hat, vagy ez lenne a célja. És hát ott emellett kezdtem azért így próbáltam valamilyen extra tanácsadási projekteket végezni, volt is pár ilyen projektem, a fúzió elég sokáig tartott, és itt tök érdekes dolgok voltak benne, csak talán úgy java nem, meg se valósult annak, amit csináltunk, mert mire eljutottunk volna oda, hogy kész voltak a koncepciók, addigra egy kicsit más irányt vett a cég a tulajdonos váltással. De hát hozta nekem a kapcsolatot veletek, meg hozta gyakorlatilag egy csomó pozitív következményt. Nem tudom, egyébként elképzelhető az, hogy én most appot fejlesztek, annak köze van ahhoz, hogy látok, azt láttam, hogy appot kell csinálni, mert mindenki azt csinálja. Ja igen, aztán elmentem a Penny Markethez dolgozni, CRM-mel, törzsvásárlói rendszerekkel foglalkoztam, meg így általában ilyen digitális marketing dolgokkal, és akkor ott volt egy ilyen
sztori, hogy én már így tényleg tűkönültem, hogy valamilyen saját termékem legyen, saját vállalkozásom legyen. Sok-sok-sok ötlet után egyszer csak így emlékszem arra az élményre, hogy Bécsbe autóztam, korán reggel volt, jött fel a nap, gyönyörű volt így az úta, azt hiszem az M1-es fölött sütött a nap, és hallgattam egy hangos könyvet. Akkoriban rengeteg hangos könyvet hallgattam, és bepattant egy ötlet, aminek a következménye az lett, hogy ott azonnal félreálltam, le is skicceltem az ötletet, majd a nap végén egy pszichológus barátommal eldöntöttük, hogy megcsináljuk a személyre szabható meditációs appunkat, ez lett a Meditable. Sokáig gondolkoztunk mindenféle neven, ugye, néven, és ugye a Meditable-ot benne van az editable szó, hogy szerkeszthető meditációt kínálunk. Aztán nagyon sok ilyen vívódáson keresztül, meg hányattatáson keresztül végül tavaly októberben landolt az app az App Store-ban. Most azt mondhatjuk, hogy van, azt hiszem, ilyen 1200 userünk, 9 fizető felhasználónk, és hát így most egyelőre ott tartunk, hogy próbáljuk így csinosítgatni az appot, meg így rendbe tenni. Egyébként így a személyre szabható meditációra még annyit, hogy ez gyakorlatilag arra épül, hogy alapproblémánk volt nekünk a társammal, akik így gyerekkorunk óta meditálunk, hogy nem találunk olyan vezetett meditációs hanganyagokat, amik pont olyan rövidek, vagy pont olyan hosszúságúak, pont olyan témájúak, és pont olyan minőségűek, mint ahogy szeretnénk. A koncepció gyakorlatilag az, hogy saját magadnak össze tudsz állítani egy meditációs playlistet, vagy egyetlen egy tracket, ami sok kisebb apró egységből áll, és egyben, mint egy vezetett meditáció lehet lejátszani. Célorientált, vizualizációs gyakorlatokra fókuszál főleg, nagyjából azt hivatott elérni, hogy a meditáción keresztül egy kicsit előrébb tud mozdítani a céljaidnak az elérését, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy így a belső lelki állapotodat jobban ráhangold arra, hogy elérd a céljaidat, plusz önmagában meditálni, ami baromi egészséges. Úgyhogy most van egy appunk, én gyakorlatilag ezen a jogon ülök itt most ebben a triumvirátusban, és szeretnénk sikeressé tenni egy globális piacon egy applikációt. Amikor én elkezdtem ezt az egészet csinálni, azt mondtam, hogy baromi könnyű ezt marketingelni. Én már marketinges vagyok évek óta, tudom majd, hogy hogyan fogok egy ilyen terméket sikerre vinni. Hát ez óriási ilyen falnak menés volt. Nem tudom, hogy kell egy digitális terméket eladni, nem tudom, hogy kell marketingelni, és egy csomó olyan dolgot nem tudok, amit illene tudnom, vagy illet volna tudnom, mielőtt belevágok ebbe az egészbe, de közben semmit nem csinálnék másképp, mert ez alatt az egész idő alatt rájöttem arra egy csomó dologra, hogy mit nem tudok, és hogy mit kéne még tudnom, és élesben próbálhatok ki, nyilván azért, tehát rizikos játszma, de élesben próbálhatok ki egy csomó olyan dolgot, amit más egyéb mondjuk ilyen KKV marketingben nem nagyon lehet Magyarországon kipróbálni. Mondj már egy konkrét ilyen dolgot, amit, hogyha nem lenne a Meditable, soha nem tanultál volna meg marketingről. Ez egy kicsit, nem is feltétlenül a Meditable hozza ezt el, de ezen keresztül próbálom ezt meg megérteni és megtanulni, ez pedig a problémafókuszú probléma és probléma orientált és ebből megoldásra fókuszáló marketing. Ugye amikor megcsináltuk ezt a marketing, vagy ezt az applikációt, van benne mondjuk 4 nagy témakör, de azon belül mondjuk 100 kisebb meditáció. És rohadt nehéz célozni egy terméket, hogyha mondjuk 100 különböző célcsoportnak, 100 különböző témával tud valamit szólni. És mostanában jöttünk rá arra, hogy még sosem mondtuk azt meg igazából, hogy mi az az alapvető probléma, amit ez a termék megold, kiknek milyen problémáját oldja meg, és hogy hogyan oldja meg ezt. Ez ilyen triviálisnak tűnik, hogy valószínűleg egy termék, vagy egy szolgáltatás, vagy egy fizikai biznisznek az indításakor ez az első gondolatod, de nekünk nem ez volt valahogy, nem ez volt így. Sokkal inkább azt helyeztük előtérbe, hogy mi a koncepció, hogy ez egy szerkeszthető meditációs rendszer, illetve az, hogy célmeditáció, tehát hogy vizualizáld a céljaidat. De be kell látnunk azt, hogy az embereknek nem feltétlenül az a motiváció, hogy baromira el akarom érni a céljaimat, hanem az, hogy nem tudok aludni, az, hogy nem tudok kiállni egy prezentációt megtartani a főnököm elé, az, hogy nincsen bizalmam, és ezek olyan dolgok, amikre tényleg megoldást keresnek az emberek. És azt fogjuk mondani sokkal okosabban, struktúráltabban, hogy erre a meditáció, meg a vizualizációs gyakorlatok a megoldás. Tehát akkor igazából rossz personákat állítottatok fel? Azt mondta az, hogy nem is voltak personák, hanem kínáltatok egy megoldást, amit alapvetően szerettetek volna, meg amit nem, hanem hogy a personájuk az volt, hogy szerkeszthető legyen a
ha lett volna perszónánk, akkor valószínűleg azt írtuk volna oda. De igazából a kommunikációtoknak ez volt a gerince. Igen, hogy, igen, hogy, az, hogy egy személyre szabható meditációt igen. kínálunk, ami mondjuk vizualizációs gyakorlatokon keresztül segít elérni a céljét. Egyébként zárójelben meg kell mondjam, hogy így, oké, hogy így a marketinget így meg fölötte így nem annyira átgondoltan találtuk ki, de maga a termék az egy baromi minőségi dolog. A pszichológus és hipnoterapeuta barátom felel a szakmai tartalomért, és tényleg azt mondom, hogy így a piacon, vagy a meditációs apok piacán elérhető, vagy akár azt is mondom, hogy a vezetett meditációs termékek piacán egy kifejezetten ilyen unikális és magas minőségű dologról van szó, és azt is hittük, hogy a minősége meg a tartalom majd eladja. De nem adja el. El kell mondani az embereknek azt, hogy ez milyen problémát old meg. Uh-huh. És ugye, mint mondjuk egy KKV marketinges srác, aki azzal foglalkoztam, hogy vagy konyhai kiegészítőket, vagy később élelmiszert, vagy most már az Euronics-nél dolgozom, műszaki cikkeket adunk el. Itt egy nagyon egyszerű a probléma kérdés. Az elsőnél az, hogy nincs egy rendes szőnyeg, vagy nincs egy rendes terítő, amit ki tudok tenni az asztalra, vagy hétvégén jönnek a vendégek, és fel kell valamivel díszíteni a lakást, vagy ajándékot kell venni. Mondjuk ez a Butler's példája volt. De egy appnál, ami egy ennyire mély témáról szól, és ennyire sokrétű a megoldási spektrum, amit ad, ez nem elég. Ennél sokkal összetettebb az egész folyamat, és akkor ehhez még tud hozzá illeszteni azt, hogy ezt milyen értékesítési csatornákon adod el. Hogy mondod el egy Facebook posztban, hogy mondod el egy blog posztban, hogy mondod el egy AdWords hirdetésben ezt az egészet. Hogyha most azon dolgozunk, és egyébként szerintem ez így be is vezeti azt, ami így a későbbiekben a Business Boys podcastet fogja így jellemezni, hogy elmondjuk azt, hogy milyen problémákkal találkozunk, milyen kihívásaink vannak. És most például az én utam, vagy a Meditable-nek az útja az, hogy nagyon pontosan kitisztázzuk azt, hogy milyen problémák járhatnak a célcsoportunk fejében. Megnézzük azt, hogy mi milyen megoldást tudunk erre adni, megpróbáljuk megírni, megfogalmazni azt, hogy az app ezen keresztül hogyan oldja meg a problémákat, és utána az egészben a nagyon nagy kérdés, amit nem tudom, hogy elég vagyok-e, hogy ezt hogyan juttatjuk el a célcsoporthoz, és hogyan mondjuk azt el nekik, hogy ez fogja megoldani problémátokat. És ez egy nagyon összetett dolog, ráadásul globális piacon, egy digitális terméknél, szóval van benne kihívás bőven. De ez nagyon izgő önmagában, amit mondasz, hogy ugye úgy fogalmaztál, hogy olyan dolgokat tanulsz meg menet közben, amit illet volna tudni. Igen. És például amiket mondtál, hogy ugye nem volt perszóna, vagy hogy a perszónát menet közben állítottátok föl, ez szerintem egy tipikusan olyan probléma, amit hogyha elolvasol egy marketing könyvet, akkor persze benne van meg így az elméletet, mindenki tudja, de hogy gyakorlatban, amikor az ember elkezd dolgozni egy saját vállalkozáson, akkor tapasztalja meg igazán, amikor ezeket így elrontja. Igen. Mert amikor először megcsinálod, akkor van egy elképzelés a fejedben. 90%-ban saját magadból indulsz ki egyébként. Én magamból indultam ki 100%-ból. Nekem jó lett volna ez a termék, ezekre a problémákra adott volna megoldást, és feltételeztem, hogy vannak hozzám hasonló emberek. De az, hogy hogyan juttatom el hozzájuk, ez nem volt kitalálva, és igen, ahogy mondod, gyakorlatilag ezek a perszónák sem voltak ilyen profi szinten felépítve, még akkor is, hogyha a Kotler-féle marketingkönyv jelentős és látod, szó. Hogy milyen jó lett volna, hogyha lett volna egy olyan hely Pesten, hogy aki ilyen digitális termékeket úgy ad nem el. Nem tudom, hogy megmertem-e volna kérdezni. Egyrészt azért, mert hogy én magam is marketinges vagyok, és hogy felmerem. Jó, de neked más területen dolgoztál eddig, tehát azért... Igen. Ez a nagyon nagy különbség. Ő meg lehet, hogy nem ért mondjuk egy offline marketing, mert azért a Butler-nél ebben is kivetted a részedet. Igen. Egyébként ha azt nézzük, talán mennyi 3 vagy 4 hónapja van a piacon az app, és közben még rettenetesen sokat tanultam a digitális világról, rettenetesen sokat tanultam a marketingről. Még párszor ennyi idő eltelik, azt merem majd magamról mondani, hogy vagyok azon a szinten, ahogy bele kellett volna vágni ebbe az egészbe. Én ezt sosem mondanám. Mondom, nem forgatnám vissza az időt egyébként. Szerintem, hogy pont azon a szinten vágtál bele, amikor bele kell vágni, hiszen ezek a tanulási dolgok, ezek mindenkinek jönnek. Tehát ezt mindenki elrontja az elején. Én most megint csak a saját példámból tudom ezt szintén mondani, hogy én is például a Data 36-tal úgy, hogy már előtte csináltam egy vállalkozást, elkövettem ugyanilyen hasonló, olyan banális hibákat. Miket például? Hát az egyik nagyon klasszikus probléma az volt, hogy írtam a blogot, ment a marketing, de közben nem fejlesztettem terméket.
Tehát ez gyakorlatilag az ellentét annak, amit te csináltál, de ugyanakkor a problémát szült, hogy amikor úgy döntöttem, hogy felmondok és a cégnél, és akkor saját fába vágom a fejszémet, akkor ott voltam, hogy van egy tök jó marketing csatorna, de nincs mit eladni. És ez hasonlóan banális probléma, csak hogy szerintem ezek olyanok, hogy nem az, hogy azon a szinten vágsz bele, amikor már van elég tudásod, hanem pont azért vágsz bele, hogy ezeket megtanuld, és ez benne az izgi. Igen, de ezt akkor meg tudod csinálni, amikor így a saját bőrödön múlik az egész dolog, vagy a saját bőrödön csattan az ostor, hogyha rosszul csinálod, de hogyha mondjuk egy cégnek vagy a marketingese, vagy egy cégnek vagy az adott elemzője, akkor belefér ez a tanulás? Azt szerintem mondom, akkor nem tanulsz olyan intenzíven, mint egy saját projektem, mert ugye te a saját projektnél gyakorlatilag bele vagy kényszerítve, ha csak a Meditable-t nézzük, ott van, megcsináltátok a terméket, most már nem tehetitek meg azt, hogy nem teszitek mögé a hiányzó lábakat. Igen. És ezt meg akarod csinálni, míg egy cégnél, hogyha dolgozol, akkor ha nagyon-nagyon-nagyon minden kötél szakad, akkor felmondasz, és elmész egy másik céghez. Így csinálod te is. Igen, nem. Ja, igen, ezek a problémák, milyen problémába futott bele, meg fut bele, és milyen problémák várhatóak, azért ez még egy nagyon izgalmas téma. Gyakorlatilag erről fog szólni a Business Boys, hogy a Business Boys-ok milyen problémákba futnak bele, milyen kihívásokkal szemben, milyen eredményeink vannak. Tehát én például azért mondtam most el ezt, hogy 9 darab fizető felhasználónk van, lehet, hogy egy hét múlva lesz 10. És akkor így látjátok a procedúrát, amin keresztül megyünk, és szerintem tök érdekes lenne azt látni, hogy ha felfeded majd, Ati, hogy hány vásárlótok van. Aha. Milyen, nem is feltétlenül forgalmi számokat, de hogy úgy nagyjából hozzá azokat a terveket, amiket elértetek. Vagy nem, pedig... egyébként én a pubot azt teljesen transzparensen szeretném csinálni, mert az ad majd egy hitelességet neki, én úgy gondolom. És tök mindegy, hogy pozitív lesz, vagy negatív lesz. Nyilván vannak ilyen klasszikus tények, hogy az első fél évben biztos, hogy veszteséges lesz, bár én azért ezzel így vitatkoznék, mert mivel ez nem egy klasszikus vendéglátó egység lesz, hogyha az első 3 hónapban nem tudjuk behozni azokat az embereket, akik szeretnénk, akkor gyorsan kell cselekedni, és újra pozícionálni magunkat. És itt olyannak tűnik ez most már így pár hónappal, vagy évvel benne a vállalkozó létben, vagy így félig vállalkozó létben, mint hogyha ez az egész olyan dolog lenne, mint egy folyamatos újratervezés. Abszolút. Van egy folyamatos probléma megoldás. Folyamatos probléma megoldás, és újratervezés. Hogy van egy terved, amit kitalálsz magadnak, sokszor naívan, és kitalálod azt, hogy fogod megoldani a problémáidat. Aztán belekerülsz teljesen új problémákba, amik teljesen új megoldást kínálnak, és fejlődnöd, változnod kell ahhoz, hogy választ tudj ráadni. És gyakorlatilag a vállalkozóvá válni nekem így gyakorlatilag azt jelenti, hogy jobb szakemberré, meg több emberré, vagy szóval, hogy értékesebb emberré válni. Mert hogy saját magamat haladom meg folyamatosan. Ámen. Szerintem legyen ez a zárószava az első adásnak, illetve akkor, ahogy elmondtátok, azért azt előre is vetíthetjük, hogy a következő adások azok egyrészt arról fognak szólni, hogy milyen problémákkal szembesülünk, akár egy-egy konkrét problémának a boncolgatásáról, és hogy milyen megoldások vannak, illetve arról is, hogy azért dokumentáljuk, hogy ki hova jutott, és akkor akár abban meg is egyezhetünk, hogy akkor mindenki ilyen elég transzparensen hármunk közül fog hozni konkrét számokat, mint ahogy most az Adi bemondta, hogy 9 fizető user-e van. Szerintem szépen lassan mindenkiről kiderül, hogy akkor... Jó, hát én is bemondom még a 0 vásárlónk. Könnyű. Tehát innen a fejlődés az megkérdőjelezhetetlen lesz, de... Várjatok, akkor én is mondom, az online tréninget mondom, ott van 35. Wow. Résztvevő az elmúlt 4 hónapban. És ők mind fizetős felhasználók, tehát csak olyan kategória van nálad, ugye? Jó, nem, most volt 2 ingyenes. 33. Okay. Jó, világos. Jó. Ugye nálam az van, hogy nézzük azt, hogy hány regisztrált user van, vagy hány letöltő user van. Ez ilyen
ezres kategóriája, 1200-nál járunk most, aztán így, amúgy most pont ezen matekozunk, hogy mi lesz az a konverziós ráta, amivel ez az egész fent tud maradni, mennyi az az egy userre vetített költség, amiben kerül gyakorlatilag marketingelni az appot, és hogyha ez ennyibe kerül, és egy fix konverziós ráta mellett vagyunk, akkor mennyi bevétele, mennyi, és azon túl mennyi profitja tud lenni egy ilyen applikációnak. Majd erről szívesen mesélek egyébként, mi a költségbevétel logikája egy app fejlesztésének, szerintem erről majd érdemes lesz beszélni pár dolgot. Szerintem az elő is fog kerülni. Jó. Igen. Meg az olyan lelki dolgokról, az biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, hogy amikor az adieknak van már 1000 userük, és abból 20 lesz lekenszelezte, és bement 980-ra, akkor hogy az milyen lelki válság lesz, és hogy most össze majd vissza tudjuk hallgatni ezt az adást, hogy összehasonlítva a mostani 9 userrel, jó, mégis mennyivel előrébb vannak. Na mindegy, szóval ez volt a Business Boys Podcast, maradjatok velünk. Jövünk nem sokára. Jövünk nem sokára a következő adással. Ja igen, és hogyha van véleményetek, akkor küldjetek e-mailt a... Nincs e-mail címünk. Kukac. Business Boys.